téli ünnepekre gondolunk, akkor először karácsony jut eszünkbe. Ezt megelőzi a felkészülés ideje, advent, és az egész karácsonyi ünnepkör az vízkereszttel ér véget. Most adventkor felkészülünk, és együtt gyűjtjük meg a koszorón a gyertyát. Az adventi koszorú a várakozás idejét jelképezi, az örökzöld ágai a reményt és az életet, és a gyertyák az eljövendő, a növekvő fényt, az eljövő Jézust jelképezik. Mi megpróbáltunk a fiatalokkal hitet, reményt, szeretetet varázsolni azok szívében is, akik nem lehettek a jelen, az Isten tiszteleteken, a jelenlegi helyzetre való tekintettel, és az első gyertya a hitet jelképezi, a második a reményt, a harmadik az örömöt és a negyedik a szeretetet. Mi a hit gyertyáját gyújtottuk meg, hogy ezáltal összefogjuk az egész közösséget, a fiatalokat, akik különböző gyülekezetekben, a Brassói Egyházmegye gyülekezeteiben meggyújtották a gyertyát koszorúikon, majd közösen a Brassói templomban együtt énekelve adtunk hálát Istennek, és készültünk fel lelkileg is az Úr eljövetelére, az igazi világosság eljövetelére. Fontos, hogy fiataljaink lelkileg is felkészüljenek, és megértsék az ünnep lényegét, megértsék a szokások, hagyományok erejét, hisz ezáltal maradhat fent mi kis közösségünk itt a szórványban. Nagyon örvendünk, hogy ennyi fiatalt megmozdíthattunk ebben az időszakban, jelenlegi helyzetre való tekintettel, és örvendünk, hogy fontos számukra a közösség.
az egymással való közösség és az Istennel való közösség, hiszen ez a jövőnk titka, a megmaradásunk titka, ha összefogunk és hiszünk abban, hogy mi magyarok itt a szórványban is tovább élhetünk még hosszú ideig.